A harmadik fordulót rendezték a hétvégén az aerobik Magyar Kupában. A kétnapos megmérettetésre az ország minden pontjáról érkeztek versenyzők. 24 egyesülettől 384 egység mutatta be produkcióját. A rendező a Flexi Team volt, a szülők és a klub tagjai mindent megtettek, hogy megfelelő körülmények várják a sportolókat. Hajnalig dolgoztunk, míg be tudtuk rendezni a csarnokot, de én azt gondolom, hogy nagyon szép lett a végeredmény. A Magyar Kupában a Flexi Team mellett a szintén nyíregyházi Spartacus tornaklub is indult, több egységgel is, és mindkét csapat remek eredményeket ért el. A szabadsi megyeszékhely már negyedik alkalommal volt házigazdája a Magyar Kupának. Már beállt a Magyar Aerobik Szövetségnél ez a versenynaptár, hogy a harmadik őszi forduló Nyíregyházán van. Most beszélgetve velük azt mondták, hogy hát ilyen színvonalas körülmény nincs máshol, ők mindig szívesen jönnek ide. És ugye az a szervezés, már egy összeszokott csapat van, a szülőket is beleértve, nem csak itt az önkormányzati rendszer sportcentrumot, ami biztosítja azt, hogy itt mindenki jól érzi magát. Különleges helyszínen tartott a szokásos őszi szemináriumát a Wing Chun Kung Fu Nyíregyházán. Az elmúlt hónapokban teljesen felújítottak egy épületet, és megtelt növendékekkel a helyiség. Minden családnak az egy fontos lépés az életében, egy nagyon fontos mérföldkő, hogyha egy otthon talál. És hogy ez itt Nyíregyházán sikerült, ez nagyon nagy öröm nekem, hogy az itteni tanítványok azért nem egy bordásfalos teremben, hanem egy fabábúval, zsákokkal, szentéllyel, egy állandó teremben rendelkeznek, úgyhogy megmelengette a szívem ez a terem, mert nem csak fizikai valójában szép ez a terem, hanem lelkülete van, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy egy otthonnak lelkülete legyen. A növendékek nem csak Nyíregyházáról, hanem az ország távoli pontjairól is érkeztek, Szegedről és Debrecenből is jöttek mesterek. Az új otthon már belépve azonnal olyan hangulatot áraszt, mely a kínai harcművészet szellemiségét képviseli. Az elsődleges dolog, amikor belépsz egy helyre, akkor mély benyomást tesz az első néhány lépés, egyébként az élet bármely területére is érvényes ez. Az életből vett minta alapján próbáltuk a helyet kialakítani, és valóban igen, mindenképp arra törekedtünk, hogy akik belépnek, egyből valami rálátásuk legyen a Wing Chun-ra. A szeminárium során két napon keresztül oktatták a növendékeket, majd vizsgákra is sor került.